Tiszteltel köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a Kiút több szemközt ma esti adásában, és köszöntöm Lehmann György ügyvéd urat, aki azért ül most itt, mert egyszer és mindenkor a végére szeretnénk járni annak, hogy mi a megoldás abban a tragédiában, amiben jelen pillanatban sok millió állampolgár van, még jó páran belekerülhetnek. Egy szóval, ahogy Lehmann úr egy korábban vele készült interjúban a Magyar Hírlapban elmondotta, tragédia a devizahitelezés. Igen, kérem, tragédia a devizahitelezés. És néhány mondatot idéznék Lehmann úrtól, aki azt mondja, a devizahitelezéssel kapcsolatban előállt helyzetet nemzeti tragédiának tartom. Márpedig azért, mert nálunk egy élet munkája a ház vagy a lakás megvásárlása, és ezek forognak kockán, családok kerülhetnek utcára, életek mehetnek tönkre, akiké még eddig nem ment tönkre. Aztán, mit mond még Lehmann úr, azt meg lehet állapítani a szerződésből, hogy a bank mekkora hitelt nyújt, de a visszafizetés körülményeit képtelenség kiolvasni. És akkor kérem tisztelettel, ami a lényeg, és utána át is adnám Lehmann úrnak a szót. 2012. április 26-án, tehát nem olyan régen, még egy hónapja sem, az Európai Bíróság, amely luxemburgi székhelyű, kimondta, hogy valójában semmisek ezek a szerződések, a szerződésben tönkrementekre vonatkozólag, tehát egy új helyzet áll elő, de én átadnám Lehmann úrnak a szót, és elmondja majd akkor. Jól figyeljenek tehát. Mindazok, akik engem napközben hívnak, akik este hívnak, akiket becsaptak a bankok, akiket becsapott, azt kell, hogy mondjam, az elmúlt jó pár év, akik bekerültek az adósságspirálba és nem tudnak kijönni, és akikre kilakoltatás, tönkremenés vár. Tehát itt a megoldás, Lehmann úr most elmondja. Tiszteletem, mindenkit köszöntök, és köszönöm az EHO TV-nek, Svámos Györgynek, hogy meghívott ide, mert soha jobbkor. Tehát az április 26-ai Európai Bírósági döntés végül is nem a szerződés egészéről mondta ki a semmiségét, de a legfontosabb részét, ami miatt tragikus a helyzet, Anna arról mondta ki a következőképpen. Tehát 2010-ben a Pest megyei bíróság kereste meg előzetes döntéshozatali eljárásban, azt azért, a két kérdést tett fel, azért kereste meg az egyik kérdés szerint, hogy az egyedileg meg nem tárgya a szerződési feltételek esetén, mikor, mit vizsgáljon a magyar bíróság ahhoz, hogy a tisztességtelenség megállapítassék, vagy éppen ne állapítassék meg. A második kérdés az most ebből a szempontból közömbös. Az erre a kérdésre rendelkező részében az ítélet azt mondta, hogy a bíróságnak azt kell vizsgálni, a bankok egyoldalú szerződés módosítási jogának kikötés esetén a szerződésben, abban az esetben, ha ez az egyoldalú szerződés módosítás az adósok hátrányára is szolgálhat, azt kell vizsgálni, hogy világos, egyértelmű ez a feltétel, amit meghatároztak, ami miatt lehet változtatni, mert amennyiben az adósok által utóbb nem ellenőrizhető az az ok, ami miatt a kötelezettségeket változtatják, akkor természetesen tisztességtelen, de mondott még egy tisztességtelenségi feltételt, ez a 93/13-as irányelben van benne, a mellékletében van benne, erre utalt, tehát ha a szerződésben azért cserében, mert a bankoknak egyoldalú szerződésmódosítási lehetősége van az adósi kötelezettségek hátránya megváltoztatására, akkor biztosítani kell azt a jogot az adós számára, hogyha ő neki ez nem tetszik, akkor felmondhasson. Na most ez semmelyik szerződésben nincsen benne, amelyiket megkötöttek idáig a bankok. Egy-kettőt láttam, azért nagyon érdekes, hogy hogy tették, mert ha ezt írták volna be, hogy biztosítjuk, hogy ha nem tetszik a szerződés módosítás, akkor felmondhatja a szerződést.
Tehát egyikben sincsen, néhány kivétellel tekintve nincs benne, ennél fogva szinte eldőlt. Tehát ezért mondom, a semmiségnek semmi akadálya nincsen a megállapításához, és mivel a bíróságok számára adta ezt az iránymutatást éppen a Pestmegyei Bíróság megkeresésére, ezt a magyar bíróság alkalmazni kell. A vita eldőlt. Kész, vége. Miután a bankok szerződésmódosítási lehetősége vezetett oda, hogy a szerződés megkötésekor kikötött törlesztő részletet évek alatt többszörösére emelték, mindenképpen emelték, hát arról ne is beszéljük, hogy nem világos és nem egyértelmű, és az adós számára nem ellenőrizhetők azok a feltételek, amikre hivatkozik akkor, amikor a egyenlő szerződésmódosítást biztosítja saját magára, hiszen ő készítette a szerződést, az egyedileg meg nem tárgyalt szerződést. Itt még egy kis apróság, a legfelsőbb bíróság decemberben megállapította, hogy vélelmezni kell azt minden szerződésnél, de mindegyiknél, devizalapú kölcsönökről van szó, hogy egyedileg meg nem tárgyalt szerződésekről van szó, tehát a kép összeállt. Ezért is furcsálom azt, és elmondom ennek a hatását mindjárt, hogy Méri ennyire döntő. Ezért is furcsálom azt, amikor most még azt mondják, hogy jogegységi döntésre lenne szükség, meg még nem is tudom, milyen legfelsőbb, mire a világon mindenki van tárgyal. Kész, ezt felejtsük el. Vissza kell térni a szerződésre, és a szerződés tartalmát helyesen értelmezve úgy, ahogy a másik fél értelmezi, hát ez egy általános polgárjogi szabály, hogy aki írta a másik fél, tehát a banknak a nyelvezetét, a másik félnek kell értelmezni, és abban a nyelvezetbe kell beleilleszteni a kötelezettséget. Ez a bíróság dolga. Hogy kell teljesíteni? Most már meg kell fejteni a rejtét, de egy biztos, hogy amit idáig a bankok tettek, az teljesen törvénytelen, sem is. Annak a kiinduló pontjára, hogy most ők össze-vissza hasukra ütve módosították minden valós indok nélkül, már nem is érdekes. Nem módosíthatták volna. És ez azért ilyen döbbenetes nagy hátrány, mert ugye az árfolyam változásról mindig beszélnek. Az árfolyam változás az valóban befolyásolja, és szokta mondani, hogy az adósokat sújtja. Például 150 forintért vettem fel, svájci árfolyamon vettem fel a kölcsönt, ez két év múlva 180 lett, akkor 20%-kal emelkedik a törlesztésre. De arról hallgatnak bölcsen, hogy a kamatfizetési kötelezettség, ami a törlesztő részleten belül legalább akkora, mint a tőke. Inkább nagyobb szokott lenni, ez attól függ, hogy mekkora futamidő és hány százalék a kamat. Na most a kamatnál pedig az történt, hogy 2006-ban 1 és 2 között volt a svájci frank alapkamata, 2007-ben 2 és 3 között volt, 2008-ban szintén, és utána pedig lecsökkent a következőben 2009-ben, például 2009. januárban 0,276, ezt megnéztem, hogy ezt pontosan tudja. Azt követőben még lejjebb lement 7 százada, tehát 0,07-re, és a mai napig ott stagnál az 1/10-et nem éri el. Mi következik ebből? Aki a szerződést megkötötte 2006, 2007, 2008-ban, annak a kamatát abban az arányban kellett volna leszállítani, hiszen ez pedig a száfa különböző tájékoztatójában mondta, hogy elsősorban a referencia kamattól függ. Így is van? Hát devizalapú kölcsönről van szó. Kamat és árfolyam. Na miután a 2,2 volt valamikor 2008-ban, januárban ez a referencia kamat, a svájci frank alapkamata, ha ez lecsökken 1/10-re, akkor a kamat fizetési kötelezettség a szerződés megkötéséhez képest 1/20-ra. Eltűnt. És ez akkora előnye az adósoknak, és így kötöttünk szerződést. Hát nem az adósok akarták. Köszönjük szépen, bank, na, örülünk neki. Gratulálunk. Egyáltalán volt svájci frank. Egyáltalán volt euró. Hogy mondjam, ezt a témát azért nem akartam, mert azért jöttem ide, hogy ügyvédi tanácsot adjak, hogy most ezt elmondtam, és mit tervezek. Mert hát minden nap nem jöttek ide, muszáj tájékoztatni. Semmiféle svájci frankon nem volt, ez egy értékállandósági kikötés. Ezt ismeri a magyar jog. Amikor a tartozást, hogy az inflációt kiköszöböljük, a tartozást azt külföldi devizához kötik, az értékállandó. Ez történt itt. A többi az mese. Ezen már gyakorlatilag túl vagyunk. Kár ezzel rágódni. Na most miután ez meg van állapítva, a magyar bíróságok felé ez kötelező, mondom, ezért értelmezhetetlen az, hogy miféle beszéd az, hogy majd ősszel valaki még összeül. De a bíróságnak kell ilyenkor összeülni, és ezt az egy témát kiemelni, mert ugye kiszámoltam ezt a 2008-al kapcsolatos változatot, kérem, amit ha követeltek idáig az elmúlt 4 évben a bankok, az adósoktól, annak a 40%-a törvénytelen. Az visszajár. Illetőleg nem kell nekünk, túlfizetésben vagyunk, addig nem fizetjük, mire. Ez nagyságrendben, én számításom szerint a 4 évben 5-600 milliárd.
Amit én néztem, de ezt, hogy hány szerződés van, ezt én nyilván nem tudhatom. Én egy 9 millió forintos átlag kölcsönértékből indultam ki, és 300 ezer szerződésre gondoltam. Lehet, hogy tévedek, de én alulértékeltem. Tehát ennél csak több lehet. Tehát hiába, hogyha nem, azt mondják, nem 300 ezer, 200, jó, de nem is 576, mert én a legóvatosabb becsüléssel vagyok. Amit el akartak érni a bankok ezzel az egésszel, ugye nem ennyit akarnak, hát ők még 20 évig akarnak ezt követelni, az jóval meghaladja 3000 milliárd forintot, amit jogtalanul akarnak tőlünk elkérni. Tehát mi a tendő? Mire ez a műsor adásba kerül, addigra természetesen valamennyi minden aktuális helyzetre, ugye mert különböző lehetőségek vannak, akinek felmondtak, akinek nem mondtak fel, végrehajtás, és a opciós szerződésnél is még vannak problémák. Tehát minden elképzelhető változatra egy rendkívül egyszerű keresetlevelet legyártok. Pusztán azt kérem a bíróságtól, hogy a luxemburgi döntés hatására, na meg hát természetesen belső jogra is hivatkozik ez a döntés, PTK 209 szakaszára tekintettel állapítsa meg a luxemburgi döntést valahol a nézők meg tudják nézni? Én mindenkinek küldöm, tehát én mellékletbe küldöm, 2-3 ezer helyre tudok eljutni. Én azt kérem, aki ezt megkapja, azt küldje el 100 helyre, akkor már 2 millió ember látja. Én ezt elküldöm, mire mindent megkapnak. Természetes az árfolyamváltozásnak az összes értékét 2005-től kezdődően. Akkor természetesen a Libor, tehát a svájci franknak az alapkamat mértékét, mindent látnak, játszi könnyedséggel lehet. Amikor elküldöm ezt a blanket, a szerződést, színessel kihagyom, hogy mit kell beírni. A neveket, ezt, az kész, ennyi. És semmi más nem kérünk. Ez azért teszem, mert a bíróságok borzalmas munkát kapnak, hogyha ezt most megcsináljuk, és az, hogy bonyolítsuk a pert, tehát nehézét tegyük, ne tegyük. A bíróság az egyetlen olyan szervezet most Magyarországon, amelyik segít az adósokat. A legfelsőbb bíróság, amit ennél többet nem lehet tenni. Az Európai Bíróság. De cserébe azért több Szávnak, most elnézést kérek, nem, most nem ezért jöttem, hogy a többiről vélemény mondjak, több Szávnak tessék megmondani nekem, mibe került volna 6 éve, 2006 március 1-e óta van ez a probléma, azóta vettük át az európai joggyakorlatot ebbe a kérdésbe. Mibe került volna azt a 10 bankot, akit a bankszövetség képviselte a nagy vehemenciával december 15-én, amikor éppen beszéltek a miniszter úrral, hogy amikor a paktumot kötötték. Hát azt a 10 darab bankot alperesként perbe vonom, és közérdekű pert, meg 6 évük volt rá. És kérek természetesen soron kívüli eljárás. Akadály, és valamit elnézek, 2010 óta folyik ez az eljárás, ugye kint, most fejeződött be Európa. Két évig ment. Az igazságügyminisztériumnak osztályvezető és főosztályvezetője összesen 3 voltak, akik Magyarországot képviselték. Ugyan tessék már nekem valaki mondja, miért nem szólt ez a 3 osztályvezető az elmúlt évben a törvényalkotásnál, a 2011 évi 75-ös törvényre gondolok, ugye ott, amikor a deviza kölcsön törlesztő részletének már a kezdet is rossz. Milyen devizakölcsönről beszél az a törvény? Egy törvényalkotó legalább ezt figyel. Na, azt mondja a devizakölcsön törlesztésének, törlesztési árfolyamának a rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről. Erről beszél. Na most ebben nem szólhatott volna az osztályvezető, hogy vigyázzat, még nem döntött az Európai Bíróság ebbe a semmiség kérdésébe. Ne írjanak már olyat, hogy a bank által tisztesség, most már eldöntötten tisztességtelen, kölcsön, törlesztő részletet, a 180 forintos árfolyamon a 6. haszakat fizetni kell. Mit is tettünk ilyen ekkor? És most megszólalnak az országgyűlési képviselők, hogy fél év múlva kellene. Volt azóta egy országgyűlési bizottság is, eseti bizottság. Valaki felvetette, hogy kérem, hát vigyázzat, hát őrületes gondok vannak, hát a vak is látja, hát a jogszabályok így szólnak. Azért vagyok ennyire boldog, és talán egy kicsit vehemens is, mert most megnyílt, hát most már aztán tovább mire hivatkoznak? Hát ön itt azt mondja, hogy tragédia a devizahitelezés. Ugye már ezt már nagyon sokan elmondták, de ilyen sommáson, mint ahogy ő megfogalmazta a Magyar Hírlapban önnel készült interjúban, ennyire senki nem mondta ki a valóságot. Hát tisztességes emberek. Mi van azokkal az emberekkel, akiknek már fölmondták a lakásszerződését, fölmondták az ilyen-olyan-amolyan személyi kölcsön és egyéb szerződését? A személyi kölcsönből ugye nagyon jól tudjuk, hogy lehet egy pillanat alatt, hogy a lakásra rámegy. Hadd mondjam tovább, mert akkor ki fog mi történik ezekkel? Tehát én kifejezetten ezt indítványozom, hogy tehát azért, hogy a bíróságnak két tárgyalás alatt lehessen ügyvéd nélkül dönteni.
elég volt az ügyvédi dolgokból is, egyébként itt most akkor már meg is említem, ez évben már ügyvédkényszer van az ilyen ügyekben, mert törvényszék előtti elsőfokú eljárásban ügyvédi részvétel kötelező. Ez törvényszék előtti eljárásra tartozik, kivéve a végrehajtás megszüntetési eljárás, az adós lakóhely szerint illetékes bíróságnak elő lefolytatódjon, ez egy érdekes dolog. Na most, de itt már nincs ügyvédre szükség. Ezért tehetem meg azt, hogy amikor bárcsak az ügyvéd kollégám százával vállalnák ezt, nem kell pont az én nyomtatványomat vagy blankettámat töltögetni, írjanak jobban, töröljék ki az én nevemet, hát szabad, most mondom, hogy szabad. De arra egy abszolút, csak segítsenek már végre, díjazás nélkül. De miért nem akarnak díjazás segíteni? Nem tudom. Hát most én ezt, de egyet tudok mondani. Most miután megnyílt előttem a kapu, és tényleg, hát látom, és nem kell hozzá ügyvéd, adok meghatalmazást, eljönnek Siófokra, be el kell jönni, ugye az ügyvédi kamara nagyon fegyelmi. El kell jönni, a tényállás bankert, tehát adom, szomszéd szobába átolvassák, akár háromszor megkérdezik, mit értenek, mit nem, tehát benne van díjazás, nincs tárgyalásra, nem fogok menni, miért mennék, de az ügyvédi meghatalmazás ilyen körülmények között megadják, odaadom, ők már összekészített keresetlevéllel jönnek, hiszen az én blankettámat kitöltik, lepecsítelem az összeset, és lehet, hogy az életben többet nem látom, és másik tárgyalás végén kész vagyok. Mert nincs gondom. Hát nincs gondom, hát meg van határozva. Mit tehetnek az emberek? Tehát hát vegyünk egy olyan helyzetet, hogy valaki kapott egy levelet egy X banktól, hogy kérem szépen átadták az ügyét az úgynevezett behajtó cégnek. Ezt szeretném mondani, hogy a bankok leszerepeltek. Köszönöm, ők már épp elég kárt okoztak, most ne okoskodjanak a különböző level, hogy hova tették, meg mint tették. Kit érdekel? Engedményezésnél az engedményezetnek nem lesz több joga. A mi dolgunkat tegyük. Tehát akinek még nem mondtak fel, ott kérem tehát ezt a szerződési feltételt, az egyoldalú szerződés módosítás jogát a banknak kiküszöbölni. És a felmondottaknál, mert abban ahol van a több. Ott ezt is kérem, kölcsönszerződésnél, valamint azt is kérem, hogy a felmondás érvénytelen. De az már kettős. Ahol végrehajtás van, ott végrehajtás megszüntetési pert azért kell kérni, mert abban lehet se kérni csak a végrehajtásnak a felfüggesztését. De az egész végrehajtás megszüntetési pert pedig azért kérem felfüggeszteni, mert közben a kölcsönszerződés semmiségét ott nem tudom megállapítani, mert elsőfokú eljárás az helyi bíróságnál van. Ezt így kell csinálni. A kártérítésnél ugyanaz. Egy 20 milliós ügynél. Igen. Mennyit kell fizetni? A világon ezt? Semmit. Hát miért kellene fizetni? Nem látom azt a jogszabályt, ahol el tudom bukni. Tehát nem az ügyvédnek. Meg az illet. Az úgynevezett, tehát hogyha valaki bead egy pert, és azt mondja, hogy kérem, én perelni kívánom az X-bankot. Az imént mondtam, hogy hál' Istennek, hogy egy szervezet van, akiben bízhatunk a bíróság. Megható. Ez a megható ebbe a környezetben, amiben vagyunk. Hát tessék megnézni az ügyészséget, tessék megnézni, ki segít, pedig feladata lenne. Tehát nézze ezt a száfot. Hát borzalmas, de van egy bíróság. A bíróságon múlik, hogy adj illetékfejlesztési jogot vagy sem, mindig megadják. Mert jár is. Költségmentességet nem fogunk kapni, mert annak szigorú törvényi feltétele. És mivel valaki nem tudja kifizetni mit? A költségmentességet? Hát de az illetékfejlesztési jog az azt jelenti, hogy a per befejezéséig nem kell illetéket fizetni. Aha. Ha pervesztes vagyok, mert akkor ez kell... Bocsánatot kérek, csak sokra kell, tetszik látni, hát azért most van munka. Tehát most köszönöm, hogy hoztam, mert rengeteg tennivalóban. Tehát akkor ezt a illetékfejlesztési jogot megkapjuk, nem látom azt a jogszabályt, amit el tudnék bukni, de kifejezetten szeretném, ha már ennyire becsülöm a bíróságot. Nem lehet kérni tőle többet, csak úgy lesz két tárgyalásos. Kérem megállapítani, hogy ez a szerződési, tehát az egyoldalú szerződés módosítási szerződési feltétel semmis. Ennek a jogkövetkezményeként hozzá fogom írni a keresetlevélbe, hogy a bíróság miként tegye érvényessé a szerződést, és rögtön lesz az első mondatoknál elhangzott, hogy nem lehet megállapítani a szerződésből az adósi kötelezettséget, most már meg lehet majd állapítani. És elszámolást már nem kérek. Miért nem kérek? Mert akkor hosszú az eljárás, plusz szakértő. Két tárgyalás alatt lezárom az ügyet. Kettő. Ami még érdekes, a jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződés esetén a jelzálogjognak is nekirontok. Ez természetes, mert semmi szerződést biztosítani nem lehet. Csak a jelzálog szerződés. Tehát minden erre épül, amit a luxemburgi bíróság megállapít. Olyan helyzetbe kerültem, hogy hát most már megvan az dolgom az örömre. Miért akarom a jelzálogot kitúrni, amit rájegyeztek azért? Mert ameddig a bíróság ítéletet nem hoz, hát nyilván le lesznek terhelve, addig perindítás tényét annak a pernek alapján tudok kérni. Ingatlan nyilvántartási szóló törvény 64. paragrafusa. Kész, kérem a perindítást, és amikor behegyezték az ingatlanokat a perindítást,
utána vége. Utána nincs végrehajtás, nincs semmi. Tessék csak kivárni ennek a pernek a végét. Hány embert érint ez az országban, ez az egész? Tehát most ebbe vegyük bele a ingatlannal terhelt különböző kölcsönöket, személykölcsön, autókat. Nem tudom. Én azt mondom, hogy ez több millió ember. A több millió csak szerződések számát illetően, persze. Mondjuk legyen másfél ilyen számot, mint miért vannak csöndben az emberek? Hát azért vagyunk most itt, nincs semmi baj. Jó, nincs, most mi jó, megpróbáljuk fölnyitni a szemünket. Na most akkor menjünk tovább, mert itt rengeteg, mondom a feladat. Két percünk igen. Van már csak. Összesen. Én nem fogok tudni elmondani semmit. Nem baj, de... Na most akkor majd még konzultálunk erről. Nagyon szívesen jövök. Hát nagyon szívesen, de hát nem tudtam a felét elmondani, amit akartam. Tehát azért a lényeget csak sikerült. Nagyon kérem, akik azt mondják, hogy hallgatnak rám, nincs kezelési költségvitatása, nincs árfolyammal kapcsolatos hóbortos ötlet, hogy most az a vételi meg eladási árfolyam közötti különbözet, középárfolyam van. Hát ezt már megbeszélhettük volna a régesség, sem, hát ez nincs, nem volt valuta forgalmazás. Ez egy elhibázott dolog volt, aki arra hivatkozott, hogy eladás vétel közép. Igen. Hát a szerződés, úgy kell mondani, az középárfolyam, hát hol volt valuta. Tehát ezekkel nem foglalkozunk azért, mert a bíróság megfog, és ugyanolyan blanketta szerűen nyomja kifelé az ítéleteket. És ha megvan az ítélet, hát utána már a kötelezettségeket nem tudja teljesíteni, nem tudja követelni. Fél percünk van arra, amire több kéne. Meddig retteghetnek az emberek a végrehajtóktól? Dehogy rettegjenek. Hát dehogy, mi vagyunk az erősebbek. Dehogy rettegjenek. Ez tényleg milyen fel... Jaj, ezt akartam mondani. Ez a nemzet szégyene. Tehát azért az adósoknak felhívnám a figyelmét, hogy saját maguk, ja és a környezetének, ha véletlenül van olyan adós, aki nem tudja a blankettát kitölteni, nem baj, ha nincs ad, ezt akkor menjen át a hatodik szomszéd, segítsen neki. De ez a nemzet szégyene, hát addig ilyen állapotok vannak, nem csak az adó szégyene, hát mit mondanak rólam? Mit mondanak, hogy ilyen országban élek? Hát azt hiszem, hogy ennél jobb végszó nincs, hogy ilyen országban élek, remélem, hogy nem sokáig fogunk egy ilyen országban élni. Kinyílik az embereknek a szava, illetve szeme. Lehman úr szava erősebb lesz, mint ami eddig megtörtént, és valóban, ahogy a Magyar Hírlap megírta, és itt most így mutatom a képernyőre, itt volt annak idején ez az írás, megvan az interneten, meg tudják keresni. Tragédia a devizahitelezés. Én köszönöm, hogy Lehman György jött hozzánk, nagyon elmondta, és én úgy érzem, hogy valami muníciót kaptak a tisztelt nézők. Tehát nem adhatjuk meg magunkat. Igen, sajrá Magyarország, és nem adhatjuk meg magunkat. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek is a figyelmet, viszontlátásra.